Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jön egy olyan Warframe karakter, ezúttal Valkyrre kerül a sor, akinek amúgy egy érdekes sztoria van, és, és ennyi biztos, hogy úgy nagyjából minden játékosnak ott csücsöl valahol a polcán, és porosodik ez a valkör, mert így előveszik, és így nézegetjük, vakarik a fejünket, át olyan furcsa e, statjai vannak, hogy inkább visszateszik, mert nem tudjuk, hogy hova rakni, és ezzel én is így voltam vele, így kifarmoltam, kifulloztam, de éreztem, hogy valami nem stimmel, valami nem egész jó, nincsenek meg hozzá azok a megfelelő modok, mert nem úgy mozog a kislánya, hogy kellene. Nos, a sztoria amúgy elég érdekes, Kifarmolni a Valkürt jelenleg, ugye a Jupiteren lehet, Temiston <coughs> aladvénél. vénél, vigyél egy jó erős kardot, az ezt a gyereket, nem nehéz kifarmolni, és cserébe viszont egy nagyon jó halhatatlan karaktert kapsz, de tényleg <coughs> Hogy ott van az egyik a Rino, a másik lenne a Valkyr, aki így kezdőknek ajánlott karakter. A különbség a kettő között, hogy a Valkyr az inkább szólóra termet, úgy igazán szólóra nem úgy, mint a Rino. Jobban is bírja, mint a Rino minden szinten egyébként, és de az a baj, hogy csapatszinten nem az az igazi csapatjátékos, szóval a Valkyr inkább egy szólójátékos, és arra készült, hogy egyedül gyorsan végig menjen a különböző missionekön, vagy egyedül jól bírjon egy, egy T4 survivor -on. És akár egy óráig, tehát nekem a rekordom 58 perc, T4 Survivor a és nagyon durva, tehát még Lokival is macera addig elmenni. Úgyhogy a Valkür egy erős karakter tud lenni, de ez majd kiderül a modolásánál. Nos, a videónak a videóban segítségemre sietett Kido, aki amúgy egy valkür-expert, és már megette az agyamat az összes valkür mondani valójával, de cserébe viszont elmondta, hogy hogyan kell jól kimodolni a valkürt, úgyhogy ezúttal is köszönöm neked. Tömény volt, sűrű volt, és, és de, de hasznos már, mert, mert mindenképpen jól, jól lehet most már a valkürrel mozgolódni, úgyhogy köszi. Nos, a játék, amit láthatok, egy aféle valkür bemutató, hogy tényleg úgy mire képes a valkür egészen, tehát hogy gyakorlatilag határtalan, amit lehet vele művelni, és csak arra kell ügyelni, hogy mindig legyen amit ölni, ami aztán azért nem nehéz a belül. A Valkur történetéről annyit, hogy ugye Alad V fejlesztette ki, több Warframe-et össze, és rengeteg kísérleten és kínzáson ment keresztül a kicsike, úgyhogy egy kicsit sikítós, és csúnya is a kislány. Habár szeretjük a sikí sikítós, de nem szeretjük a csúnya, ezért hál' Istennek néhány zacskót rá lehet húzni a fejére, mármint ez alatt úgy értem, hogy más is akokat, amitől egy kicsit szebb és, és, akkor sikíthat tovább, szóval a képességei többsége és sikításban van kifejező de higgyétek el, nagyon, nagyon hasznos képességek uh, tulajdonképpen nos, uh, rátérve ezekre a, a képességekre, az kell, hogy mondjuk, az első képessége az a Ripline. 600-at sebez, egy ilyen ostort csap ki, ami 600 sebes sebez, és magához az ellenfelet, vagy önmagát, ö, önmagát oda tudja ö, bárhová rántani, bárhová fel tudsz vele kapaszkodni gyakorlatilag a társadalmat, tudsz trollkodni, el tud őket rántani, össze-vissza, és persze istenben bosszút tudsz állni az ellenfeleken, mindazokon, akiknek van egy ostor, és ugyanúgy elrántanak téged is. Nos, ez 75 méterig hatékony alapból, úgyhogy nagyon durván messzire tudsz vele menni, és akárhova szinte fel tudsz jutni a valkürrel. Ezért egy bizonyos szempontból hasznos, ha bár a gémerek nem szoktak erre a képességére alapozni. Ugye nem sokan alapoznak egy warp az első képességére. Na most jöjjön az a bizonyos második képesség, ami a valkürnél talán az ultimate képességnél is a leghasznosabb, és amire érdemes bildelni, hogyha egy szóló, karakternek bírdejük ezt a warfimet, és sokáig akarjuk bírni vele bárhol is. Ez pedig a Warcraft, na hát itt aztán tényleg sikít egy nagyot a kislány, ami ad egy speed buffot neki, szóval 50%-ot nem csak neki, hanem a csapattársaknak is. Szóval talán ez az egyetlen olyan képessége, amely segítőkészséget nyújt a csapattársaknak a, a, és ez a vorka egy speed buffot ad, de csak 25 méteres a rádiusz, úgyhogy nem nagy segítség. Ha éppen ott vagy a Valkür a mellett, akkor szerencséd van, ha nincs szerencséd, nincs szerencséd, akkor ez, ezért is a valkür a egy szóló karakter inkább. Szóval ad egy speed buffot, és ezért is uh, ugye itt az én kezemben a a Skindó van, és talán az egyetlen karakter, a kezébe alatt tudom adni a Skindót, mert mert gyakorlatilag nagyon gyorsá tudja tenni, és bele van, hogyha még bele is van rakva a egy um, Bizzer akkor végképp megállíthatatlan lesz, gyakorlatilag hihetetlenül gyorsan lehet vele <coughs> megondani, és mi itt ketten kidóval két valkűról hogy a két speedboost összeadódott, és gyakorlatilag mint kés a vajon, és azért választottam egy ezt... tudjátok, mint majd elmondom, hogy miért választottam ezt skindot a valkőrnek a, a kezébe. Szóval, Ad egy 50%-os speed boostot a Warcry, 50%-os armor buffot, ami ugye a eleve magas a Valkyrnél, a tehát egy alap 600-as armorja van, amit ha van egy kis ezet, még ráhúzol a Steel Fiberrel, és arra még egy 50% mert rám egy nagyon erős lesz. A valkür gyakorlatilag lesz egy jelenet, ha benne lesz, még nem is tudom, hogy kidői beáll a lézerbe, ultimate képesség nélkül, és gyakorlatilag alig megy le az élete. Azért ez be tudja mutatni, hogy mire képes ez a kislány. Na most, és 30%-kal lelassítja az ellenfelet 15 másodpercig. Csatálkozó hogy 15 másodperc pedig az nagyon sok a Warframe világán belül, viszont van itt egy nagyon hasznos mod, amit érdemes belerakni a buildbe, egy augment mod, szindikátusok tagja ki lehet szedni, és ezt úgy hívják, hogy Eternal War. Ez annyit tesz, hogy uh, amíg aktív a Warcry és ölsz, millivel, ha millivel ölsz, mindig ráadsz két másodpercet a Warcry-ra. Szóval, ha magyarul, ha mindig van mit ölni valott, két plusz másodpercet nyersz. Ez az a mód, ami kötelező gyakorlatilag a, a Valkyr be hogyha Warcry-ra építesz, és Warcry-ra érdemes építeni. Na most, majd elmeséljük, hogy miért. A következő képessége a paralízis, nem mondhatnám egy kifejezetten hasznos képességnek, talán akkor jó jön, ha nagyon-nagyon körbe vagy öve, és nem tudsz már mit csinálni, akkor így elsütöd, de magas, amikor ez már megtörténik, hogy körbevesznek nagyon a valkürrel, és nem tudsz elmenekülni, akkor a paralízis már nem lesz túl hatékony az ellenfelek ellen az az igazság. Tehát ad egy damage multiplier-t, ott kezdődik egy három és félszeres damage multiplier ami azért nem jön rosszul, és hát úgy van, hogy egy ilyen knockback strength, tehát egy ilyen visszarúgó erőt ad az ellenfeleken, tehát így visszalökődnek az ellenfelek, tehát ez egy ilyen ezresen jelölik, hát Franz se tudja, mit jelent az ez, tehát ezres erejű visszalöké hullámat ad az ellenfeleknek, de hát ez már nem fogja meghatni a bombert a, a nem tudom, a hanyadik percnél egy Survivornél, úgyhogy is ezt 10 méteren csinálja, úgyhogy végképp nem fog senki sem meghatódni ettől a képességtől. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem igazán lehet nagyon használt venni, kivéve, hogyha belerakod a Prolonged Paralysis nevű Augment modot, vagy a szindikátusoktól, ami azt csinálja, hogy ugyanígy visszalöki az ellenfelet, pontosan nem is, hogy visszalöki, hanem így berántja, és így belassítva elkezdenek egy középpont felé így jönni az ellenfelek, és akkor esetleg egy tankorral, vagy valamivel így ö, gyakorlatilag szét tud őket robbantani. E, e, ebben az egy esetben ez a paralízis nevű képessége a Valkürnek hasznossá válik. Tehát amikor tényleg körbevesznek így, körbefordulsz gyorsan, és mindenkit így le, Uh, sikítasz, mert ez is egy sikítós képesség, és, és akkor mindenki elkezi feléd, így bezuhanni, lassan, így belassítva, és akkor van időd mindenkit leölni gyakorlatilag. De amúgy nem egy um, nagy szám képesség. És íme itt van a az ultimate képessége, a hisztéria, ami a, ami hát gyakorlatilag ultimate szóló karakterré teszi a valkürt és halhatatlan, mivel hogy uh, lifestyle képessége van, tehát ilyen életlopó képessége van az ultimate képességnek, gyakorlatilag ha lemegy az életedet, bekapcsolod az ultimate képességedet és azonnal fullom van az életed, csak 5%-os lifestyle, de mégis életetlenül gyorsan felkapcsol uh, felviszi fúra az életedet. Ezért is érdemes páncéra, páncélra nem shieldre, páncélra is életre húzni. Valkyr uh, drágát Na most ennek van egy 300 az base damage-e uh, És egy 1,75 szörös multiplier -e. Ez az 1,75 szörös multiplier Gyakorlatilag hozzáadódik A kardodnak a sebzéséhez gyakorlatilag, és, és, a kettő együtt ad ki egy hihetetlenül magas sebzés gyakorlatilag, vagy egy kicsit rátérő. Tehát ezért is választottam egy skindolt a Valkyr kezében, magas crit chance-szel, skindol nagyot sebez, 1,75 szörös multiplier, plusz a skindolnak az összes adata rámenve egy magas sebzést tud produkálni együtt. Na, és ezért van összefüggés a Valkyr uh, build modolása és a, fegyver, a fegyverrel, ami a kezében van. Tehát összefüggés van a fegyvered, a valkür modolása és a fegyvered modolásával, tehát a milli fegyverre gondolok. Most ezek között összefüggés van, és ha a kettőt jól balanszba hozod, akkor lesz a valkür igazán. Uh, hahazatlan halhatatlan, úgyhogy jöjjön, jöjjön most a modolása, és megnézzük, hogy mit tudunk itt csinálni. Kétfajta modolást fogok bemutatni, egyet, ami a második képességére épít, a warcraft és egyet, ami a ultimate képességére uh, épít, és azt kell mondjam, hogy hát valahol mind a kettő egyformán jó, és közben meg fogjátok látni, hogy hogyan van felbildelve a skindom is, amellé, hogy uh, Amellé, hogy a, hogy a valkür egy kicsit jobban működjön és jó legyen. Úgyhogy a buildet ezúttal még egyszer közkidó, köz és hát lássuk, hogy mit hoztunk itt össze. Na most az első build tulajdonképpen a valkür drágánál az időre helyezi a hangsúlyt, azért, hogy minél hosszabb ideig tudjak lenni ultimate képességben, és ezáltal maradjak hallhatatlan mondjuk egy hosszú idő után a voidban. És gyakorlatilag erre van az egész kihelyezve, több energia, több minden van. A második képessége az pedig inkább a Warcry-ra épített a második képességére, és benne van az Eternal War nevű augment mod, ami ugye mindig két másodpercen megnöveli a, a a Warcry hosszúságát ahhoz, hogy, hogy hosszabb ideig tartson, és ezáltal gyakorlatilag majdhogy nem hallhatatlanná teszi a valkőrt, szükség esetén csak bekapcsolni az ultimate uh, képességet. Na most, ugye itt a Skindobild-em, uh, gyakorlatilag nincs magas sebzésekre kiépítve, inkább uh, ki van építve ilyen crit chance-ra, hogy minél többször adjon egy kritikus uh, sebzést. Benne van a Bizzercard mod, meg lehet nézni a ezeket raktam bele. Bizzercard, Fury, minden min min mindig mindenképpen Minél gyorsabb legyen. Ez az egyik bildje a skindónak, ami ugyanúgy jó uh, tulajdonképpen a valkőre, de tartogatok itt tulajdonképpen uh, egy másik bildet is, ami a voidra van készülve. Ez már Damage-el, és itt már gyakorlatilag uh, gyorsabb sebzés és olyan modok vannak benne, amivel kritikus esélyeket növelek, és ezzel szoktam menni a voidba. Ebbe benne van a live strike is, hogy, hogyha kettes képességével használom, azért ott fogy az élet, és a live strike-kal vissza tudom építeni egy kicsit azt a bizonyos életet. Na most ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, sziasztok!